Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma néhány órával ezelőtt, vagy néhány perccel ezelőtt avattuk fel ezt az emléktáblát, amelyik még nincs itt a helyén. Ezzel a táblával az a célja a Csingervődiért Egyesületnek, hogy a felújított Csingervőd gőzmozdony történetét bemutassa. A táblán 4 darab fénykép fog szerepelni a mozdonyról. Egy 1915-ben készült felvétel, amit Németh Sándor fényképész, de egykori devecseri fényképész készített. Ezen a felvételen a mozdony Ajka vasútállomáson dolgozik, és a fotós gyakorlatilag az akkori komplett ajkai állomási személyzetet kirendelte a mozdony mellé, és így készült el a fénykép. Tehát van egy másik, nagyon régi fénykép is, az is valahol ott a 20-as, 30-as évek környékén készülhetett, amikor a Csingervölgy gőzmozdony korabeli bányász egyenruhába öltözött vasutasokkal, bányászokkal, bányavasutasokkal látható egy képen. És van egy fénykép 2007-ből, amikor a mozdonyt hazahoztuk az Egyesülettel, akkor azok az idős bányászok, akik a mozdony üzemeltetésében az 50-es évekig, ugye 52-ben került el innen a mozdony, illetve akkor államosították a bányának a járműveit, tehát akik 52-ig foglalkoztak a mozdonnyal, vagy vezették, vagy fűtöttek rajta, vagy a műhelyben javításokat végeztek. Azokat itt az avatás után összegyűjtöttük, és ők is szerepelnek ezen a táblán. És hát ugye sajnos szomorú aktualitása ennek a táblának most már, illetve ennek a felvételnek most már, hogy a képen látható bányászok egy jelentős része sajnos már nincsen közöttünk. A táblán szerepelni fognak adatok arról, hogy a mozdonynak a megépítésétől és az ajkai üzembe állásától az ide való kiállításáig milyen főbb lépéseken mentünk keresztül, milyen főbb dátumok jellemezték ezt az életutat, amit a mozdony az ide való kiállításáig befutott. És lesz a táblán egy érdekesség, ami a számítógépen, amikor a dekoratőröktől megjött az anyag, egészen jó kivehető volt, remélem majd a nagy táblán talán még jobban kivehető lesz, hogy hát ugye én a 2000-től, körülbelül 2005-től inkább, bocsánat, 2005-től foglalkozom az ajkai bányának, a mozdonyainak a történetének a kutatásával, és a Csingervölgy gőzmozdony előtt 1876-tól volt egy Ajka nevű gőzmozdonya is a bányának. Ez is egy új szállítású, új megrendelésű mozdony volt, és ezt is a Ziegl mozdonygyár készítette. És ennek a mozdonynak évekkel később sikerült megtalálni a Ziegl gyári jelleg rajzalbumában egy tervrajz vázlatát. És a tábla háttérképe az ennek a mozdonynak ez a gyári rajza. Hát ugye a feliratok azért majd részben takarni fogják, de nagyon klassz hátteret fog adni szerintem a táblának. Ennek a táblának a megvalósítását, ezt azóta tervezzük, amióta a mozdony hazahozataláról szó volt. Azért, hogy ne csak itt lássuk a mozdonyt, és ugye ott a mozdony túloldalán a támogatóknak a névsorát, hanem hogy pici információval szolgáljunk arról a völgybe érkezőnek, hogy miért is van itt ez a mozdony, és hogy mi is ennek a mozdonynak a története. Hogy kötődik a Csingervölgyhöz, hogy kötődik a településhez, hogy kötődik a bányászathoz.
azt választottuk, hogy egy ugyanolyan bányajárat, támot fogunk felhasználni a kiállításhoz, mint amilyen a völgyben már több helyen is látható, ugye a völgy bejáratánál a helységnévtáblán, illetve a bányászati emlékparkban, a közösségi ház háta mögött, ahol a bányáknak ilyen főbb jellemzőit mondják el az ott szereplő táblák. Van is mindjárt egy érdekesség ezzel a kiállított táblával kapcsolatban, még így is, hogy még nem is készült el, hogy minket is meglepette, valószínűleg szegény autóst is meglepte, hogy ugye ide fel akartuk állítani ezt a táblát, és az alapját ennek megfelelően elkészítettük 2-3 héttel ezelőtt, de ugye minek utána az avatást úgy találtuk ki, hogy az lenne a menet, hogy először felavatjuk a táblát, ezért a táblát úgy döntöttünk, hogy akármikor is készül el, akármennyivel is hamarabb, mint az átadás napja, azt nem fogjuk egyből föltenni rá. Na most ugye ennek megfelelően ezt a faácsolatot sem egyből raktuk ide ki, és valaki úgy gondolta, hogy ő megfordul, lekerüli a mozdonyt, hogy aztán most ralizni is akart-e vagy sem, azt nem lehet éppen tudni, de ugye mi elővigyázatosságból itt a fagyokra való tekintettel éppen csak letakartuk papírral a kilógó vas tartószerkezetet, és hát sajnos szegény neki ment az autójával, itt látszanak is még a keréknek a nyomai a fűben is, ami az ő szempontjából azért volt sajnálatos, mert ugye leszakadt az autójának az eleje, a mi szempontunkból pedig azért, mert nem gondoltunk rá, hogy valaki itt akar majd megfordulni és itt akar forogni, úgyhogy már most mondom, hogy több mint valószínű, hogy ide le fogunk ásni cölöpöket, és ott a mozdony és a támogatói fal közé le fogunk ásni cölöpöket azért, hogy aki parkolni szeretne itt, az a 2-3 mozdony előtt adódó helyen leparkolhasson, de hogy megakadályozzuk azt, hogy a mozdonyt kerülgessék, és hát akár ezáltal így, mert elfér itt egy autó egyébként, de valószínűleg nem jó ívet vett szegény. Itt állok tehát a mozdony hazahozatalának támogatói fala előtt, amit azzal a szándékkal hoztunk létre, hogy az utókor is láthassa, hogy kik voltak azok, akik cégek és magánszemélyek, illetve önkormányzat és egyesületek, akik támogatták a hazahozatalt. Itt azt gondoltuk, hogy ez majd egy nagyon tartós megoldás lesz, ráadásul, hogyha szél van, akkor ilyen kellemes csilingelő hangokat fognak adni ezek a táblák, és akkor itt a környéken lakókat emlékeztetik majd arra, hogy a mozdony hogyan került haza. Na most ezzel szemben itt szintén nem számoltunk vele, de azaz, hogy persze azzal számoltunk, hogy ha a mozdonyt jó helyre telepítjük, akkor fogja némi nemű érdeklődés övezni, és hogy ráadásul mondjuk a gyerekek is szeretni fogják, de mondjuk azért azzal azért nem számoltunk, hogy ezeket a vas tartó elemeket fogják lépcsőnek használni azért, hogy feljussanak az emlékfal tetejére, és hogy onnan ugráljanak, ami elvileg megint csak nem baj, hiszen kárt ők önmagukban véve az oszlopban nem fognak tenni, és egyébként magában a mozdonyban sem, de azért mégis aggódunk, hogy elég magas, hát ugye egy 1,70 vagyok én, olyan 1,70 magas körülbelül ez az oszlop, a mozdony pedig még magasabb, és a tetejére is fölmásznak a gyerekek, hogy azért ez baleset veszélyes, mert ha onnan leesik valaki, és nem jól esik, akkor ott bizony akár ficam, törés, bármi bekövetkezhet. Úgyhogy tervezzük, hogy valahová, vagy ide a támogatói falra, vagy a mozdony környékére, vagy az emléktáblára egy feladatot el fogunk helyezni, hogy a mozdonyra felmászni és a betonra felmászni tilos. Ugyanis az történik, hogy azzal, amikor ugye a gyerekek itt tornáztatják ezt a tartó szerkezetet, azzal gyakorlatilag innen ki is jön az elég nehezen befúrt tipli a betonból, és hát innentől kezdve ezzel viszonylag komoly bajaink vannak. A mozdony felújításával párhuzamosan természetesen ezen is gondolkoztunk, hogy ezt hogy tudnánk megújítani.
Mindannyiunknak feltűnt, hogy annak idején valahogy valamilyen nem rozsdamentes csavarral rögzítettük ide, tervezzük, hogy valamikor lecseréljük ezeket rozsdamentes csavarra, megtisztogatjuk a lemezeket amennyire lehet. Illetve már most az átadásra meglettek erősítve ezek a tiplik, amit ki kellett cserélni, azt kicseréltünk, és újra behúztuk csavarokkal. De itt is látható, hogy tényleg örömteli egyébként, hogy a gyerekek nem félnek itt a környéken lenni, és szeretik a mozdony, de futballozni is szoktak, és itt például egy esős napnak egy gyönyörű labda lenyomata látható, de majd ilyet tudok mutatni a mozdony oldalán is. Itt a falon néhány háromszög hiányzik. Ezeket mi vettük le, illetve itt is hiányzik egy, de mire az átadás megtörténik, ez is ide visszakerül, de Ajkaváros önkormányzatának a táblája van, természetesen főhelyen. Egy baj volt, hogy a tipli eleresztett, és ugye leesett, ez még nem a gyerekeknek a munkának az eredménye volt, ez valahogy itt valami mástól esett le. Ezeket igyekeztünk visszatenni, illetve volt egy tábla, ott a túlsó végén, amin egy internetes weboldalnak a neve volt feltüntetve, de ezt már rögtön az első napon észrevettük, illetve megreklamálta az avatás után a weboldal tulajdonosa, hogy egy i betűt kihagytunk belőle. Hát 9 évbe tellett, de végül is most megtaláltuk a megoldást, hogy levettük a tábláját, és a másik oldalára fogjuk gravíroztatni a nevet. És volt itt még szabad hely, oda pedig fel lesz téve a mozdonyban, mozdony felújításában most a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület tagjai közül résztvevő három kollégának a neve, és én azt csúnyán elrontottam, mert meg voltam róla győződve, hogy a mozdony emelése és hazaszállítása okán Regula Géza barátomnak is a neve itt van a falon, de ő nincs itt, hogy majd azt a táblát is, mint egy ilyen 9 év táblatával majd korrigálni fogjuk, és a három név mellé az ő neve is fel fog rá kerülni. Géza, elnézést kérek, ezt én rontottam el. Itt állok a felújított mozdony előtt. A felújítással igazából természetesen az volt a cél, hogy megőrizzük a kiállításra kész állapotot, megőrizzük azt az állapotot, amire azt lehet mondani, hogy szívesen jönnek ide az emberek, és szívesen fényképezkednek a mozdonnyal együtt. Nagyon érdekes egyébként, hogy egyszer, talán 3 évvel azután, hogy ki lett ide állítva a mozdony 2010-ben, éppen erre jártam, és egy nagyon nagy amerikai autó állt itt a mozdony mellett, gyönyörű mennyasszonyi ruhába öltözött hölgy, és hát természetesen egy vőlegény, és ők úgy gondolták, hogy a mozdonnyal fényképezkednek, hát azon a napon, ugye, amikor az életüket összekötötték. Én is lefotóztam az autót is, a vőlegényt és a mennyasszonyt is, egy-két fényképen van róla. Nem is gondoltuk természetesen annak idején, hogy akár ilyen mélységig részt fog venni a mozdony a közösség életében, de nagyon örültünk neki, hogy igen. Most ugye az elmúlt 9 év alatt ezen a kiállítási helyszínen a mozdony egyfelől azt mondom, hogy nagyon jó helyen van. Nagyon jó helyen van, hiszen itt van a vágány, amin rendszeresen az Ajkai vasútállomás és a Felső-Csingeri bánya, illetve az árminaknak között vonatokat továbbított és hordta a szenet. Úgyhogy itthon van, de másfelől viszont ez a völgy, ez annyira beárnyékol, és annyira kevés napfényt enged ide, még igazából nyáron is, hogy a mozdonynak az oldala nagyon sokszor tocsog a párában, és ugye ennek megfelelően a mozdonynak a patak felüli oldala az úgy nézett ki a felújítás előtt, az itt eltöltött 9 év alatt, hogy lepattogzott tenyérni foltokban a festék. Ugye ezt mindenképpen szerettük volna megszüntetni, és szerettük volna ismét egy teljes festékréteggel ellátni a mozdonynak a bal oldalát.
A jobb oldalon viszont szintén valószínűleg a völgynek a mikroklímája miatt nagyon szeret megülni a moha. Ami viszont ugye azért baj, mert amikor a víz lecsorog a lemezeken, akkor a mohában megáll, és amikor a mozdony oldala már száraznak látszik, a mohában még akkor is benne van a nedvesség, úgyhogy igen-igen megterheli. Másrészt pedig a jobb oldalon ugye azt a hatást kelti, mintha nem is foglalkoznánk a mozdonnyal, mintha magára hagytuk volna, hiszen zölden rajta a moha. Na, úgyhogy ezt mindenképpen meg szerettük volna szüntetni. És ugye az alapvető cél az az volt, hogy a 10 éves, ami 2017 júliusa, illetve ugye 2017 szeptember 1-e a bányásznap, akkor lesz, hogy 10 éve újra itthon van a mozdony, hogy addigra egy olyan állapotba hozzuk, hogy ismét ragyogjon a régi fényébnek, megfelelő módon ragyogjon. Tulajdonképpen jó előre, majdnem egy évvel, több mint egy évvel, másfél évvel előbb elkezdtünk szervezkedni azért, hogy megfelelő pénzalapot teremtsünk a munkához. A Csingevölgyét Egyesületnél már évek óta volt tulajdonképpen letétbe egy kisebb összeg arra a célra, hogy a mozdonnyal, ha bármi történik, akkor egyrészt legyen, másrészt pedig festékvásárlásra. De ez természetesen kevés volt ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezzük. Úgyhogy az történt, hogy Barcánfalvi Zsuzsa bement az önkormányzatba, itt-ottam ott érdeklődött, és pozitív válaszokat kapott, hogyha megszervezzük, akkor igen, a felújítás költségeit állni fogja az önkormányzat. És akkor igazából itt vett lendületet a szervezés. Itt kértük föl a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesületet, hogy azt a szakértelmet, amit most már több mint 10 éve hazai gőzmozdonyok festésében, felújításában, viccesebben úgy szoktok mondani, hogy optikai tuningjában szereztek, azt itt is kamatoztassák és segítsenek nekünk abban, hogy a mozdony itt ugyanis most hegesztési és lemezelési munkák is voltak, nem csak festési munkák, tehát ugye a mozdonyt úgy tudjuk helyreállítani, hogy most már ne csak egy festéssel, hanem lemezelési munkákkal is foglalkozzunk. És akkor ezek után, az előzmények után volt az, hogy szeptemberben sikerült összegyűlnie a csapatnak. A Csingevölgyét Egyesület tagjai, a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület tagjai, és ugye az Ajkai Önkormányzat anyagi támogatása végre együtt volt. Lemezeket tudtunk vásárolni, festéket tudtunk vásárolni, festőeszközöket tudtunk vásárolni, aggregátort tudtunk bérelni, és így a munkálatokat el tudtuk végezni. Tulajdonképpen minden munkát be is fejeztünk, a díszítőfestések is megvannak a mozdonyon, és mégis azt mondom, hogy jövőre is azért fog maradni egy kis munka, mert Jenei Feri bácsi megígérte, hogy a mozdony vezetőállásához, ahogy mi szoktuk vasutas szakzsargonban mondani, a mozdony konyhájához fog számunkra biztosítani padlókat, és cseréljük ki a padlót is, mert az is eléggé rossz állapotban van már. A táblát azt csak egyszer festettük le, mert annyira párásak és hűsek most a hajnalok, hogy nem száradna meg rendesen, úgyhogy majd azt is tavaszra, koranyára halasztanánk, hogy még annak az oszlopait is újra le fogjuk festeni. Tehát valószínűleg még egy napot ráadozunk majd arra, hogy a mozdony igazán rendben legyen, mire mondjuk 2017. szeptember 1-én a bányász napnak egy újabb központi szereplője lehet esetleg a mozdony, hogy felújítottuk és hogy rendben van és szép. Mielőtt körbejárnánk a mozdonyt és megmutatnám, hogy igazából mik voltak azok a helyek, ahol komolyabban beavatkoztunk most
lemezelés tekintetében a mozdonyba. Azelőtt hadd mondjam el azt, hogy nézegettem az általam összegyűjtött fényképeket a mozdonyról. Ugye ez a mozdony 1978 óta volt kiállítva Kismaroson. Kismaroson is legalább két olyan festés látható a kismarosi fényképeken, ami a mozdony kiállítás akkorra volt jellemzés egy utána átfestésre, nem egyforma. Ennek megfelelően, aki most megnézi a mozdonyt és becsukja a szemét, és még emlékszik arra, hogy 2007-ben hogyan festettük le itt a bányászokkal, akkor azért most fog benne találni eltéréseket. Ugye mindjárt például eltérés az ütköző, hogy akkor teljesen az egészet ezüst színűre festettük, most ahhoz képest csak egy 5 cm-es csíkot hagytunk körbe az ütközőn, és középen feketére hagytuk. Aztán eltérés az is, hogy a kazán ajtaját azt feketén hagytuk, és most csak a pántokat festettük ki ezüst. A függőleges zárszerkezetet, ami az előző festésnél ki volt festve, azt nem festettük ki, azt feketén hagytuk. Aztán eltérés ugye az is, hogy itt ez a negyedik csavar hiányzott a mozdonyról, de ezt a dombóvári kollégák legyártották, és így most aztán ez a negyedik ajtócsavar is szépen a helyére került. Itt a mozdony elején még annyi újdonság van, ami innen talán nem látszik, de a kéményt belemezeltük, mégpedig azért, mert itt alul az esővíz ugye befolyt a kéménybe, és az itt jött ki, úgyhogy itt ezt a lemezt nagyon korrodálta, és ezért szintén azt, amit 9 éve terveztünk a kéménnyel, hogy már akkor le fogjuk fedni egy lemezzel, azt most végre sikerült végrehajtani, úgyhogy most le van lemezelve a teteje. Na és akkor járjuk körbe a mozdonyt, nézzük meg, hogy mik változtak meg még rajta. Jöjjenek! Mivel 9 éve itt áll a mozdony, és nagyon sok szorgos kis láb tiporta az úzottkő ágyazatot, ezért ezzel is foglalkoznunk kellett. Külön köszönet az Ajkai főpályamesteri szakasznak, hogy adtak nekünk speciális zúzottkő ágyazat villát, amivel hogy itt látszik körülbelül a széle, hogy egy 20-25 cm-t kellett visszadobálni, és igazából ami innen föntől lefolyt, azokat visszaszórni az ágyazatba. Hát látható, hogy nagyjából sikerült a prizmát vissza alakítani, most egy pár évig ki fog tartani ez is. Menjünk akkor szépen erre tovább a mozdony oldala felé. Érdekességként megemlítem azt is, hogy közben a felújítás alatt jöttünk rá, hogy a mozdonyt általunk nem tervezett módon másra is használják. A mozdonyon valahol el van rejtve egy geocaching pont is. Örülünk neki, hogy ilyen értelemben a mozdony ebből is kiveszi a részét és bekerült a köztudatba. Látható, hogy a mozdony oldalán, ezen az oldalon, amikor felújítottuk és lefestettük a táblát, akkor nagyon vizes volt a környezet, letöröltük amennyire lehetett, ezzel például tavasszal újra munkánk lesz, és igazából majd a gyári számtáblán látszik jobban, hogy ezek a fehér fontok valószínűleg a száradás alatt már bepárásodott, és ezért ez itt nem megfelelő, egy kicsit csúnya, több mint valószínűleg tavasszal, amikor lefestjük a talapzatot, vagyis a keretet, és elkészítjük a konyhának a deszkázatát, akkor ezt is ki fogjuk javítani és módosítani fogjuk. A mozdony alsó részén itt belül volt egy takaró lemez, aminek az volt a feladata, hogy a mozdony üzemében szigetelő anyaggal kitöltve a kazánt folyamatosan melegen tartsa. Ugyanakkor viszont amióta ugye nem használtuk a mozdonyt, azóta a föntről belső esővíz viszont remekül össze tudott benne gyűlni, úgyhogy szétkorhadt az egész. Sokat gondolkodtunk rajta a dombóvári kollégákkal, hogy mit tévők legyünk, visszarakjuk-e a lemezt
vagy sem. Aztán végül is arra szavaztunk, hogy nem. Mert ugyanis a mozdony nem működik, álló helyzetében még direkt jobb is, hogyha nem tesszük vissza azokat a lemezeket, csak leszedjük. Úgyhogy most itt a lemez nem folytatódik, nincsen elburkolva, viszont lefestettük teljesen. Az első festésnél 2007-ben gyakorlatilag ezekhez a részekhez nem fértünk hozzá, és mivel nem fértünk hozzá, ez nagyjából egy 20-30 évvel ezelőtt kapott utoljára festést, és most jön, hogy volt szórópisztolyunk, ezért ha már levettük azt a lemezt, akkor itt mögötte mindent lefestettünk. Hello kutya! Látható, hogy a... Beszéltem róla a mozdony elejénél, hogy nem pont úgy festettük vissza a díszítő elemeket, ahogyan 9 évvel ezelőtt, mert akkor ezt az egész rudazatot mindent kifestettünk szürkével, és csak itt ezt a fekete díszítő elemet hagytuk meg akkor. Most viszont úgy döntöttünk, hogy talán a kevesebb több, úgyhogy most kevesebbet festettünk kályhaezüsttel, és többet feketével. Nekem így is tetszik, remélem majd másnak is fog tetszeni. Itt volt egy nagyon komoly problémánk, ez egy teljesen új lemez itt a mozdonyon. Beheggeztettük ide, sajnos kivágni a régit nem kellett, elég volt levésőzni. Most azonban teljesen szép, gyönyörűen ki van alakítva, ez most egy darabig kitart. És ha itt ezt meg tudod még mutatni, itt viszont alul, alulról próbálj nézni, ha tudsz. Hát viszont alul látszik továbbra is, hogy ennek a lemeznek, ennek igen komoly problémái vannak. Igyekeztünk itt már alvázvédővel is, látszik ez a rücskös dolog, segíteni a helyzeten. Egy következő felújításnak lesz azonban ez majd valószínűleg a témája és tárgyköre, hogy ezt a padlólemezt hogy tudjuk egy kicsikét megerősíteni és megjavítani. Itt a tavaszi feladatok, tavaszi nyár elejé, hogy azt tervezzük, hogy ez a, hát látszik, hogy már jóformán csak a vezetőállást tartja egyben, el van korhadva, mozog, lötyög, nincs összeszögelődve, tehát ezt a fa szerkezetet, ezt mindenképp ki szeretnénk cserélni. És akkor, ha jövünk erre tovább, akkor itt már mindjárt látható, hogy ez a lemez az teljesen új. Itt az egész hátsó felén ki kellett cserélnünk ezt a lemezt, ugyanis a vezetőálláson belül is a pára, amiről az előbb beszéltem, annyira összegyűlik, hogy a belső lemezen szépen lefolyik, és ugye itt egy szögvas van, és ezen a szögvason gyönyörűen összegyűlve, itt ilyen újnyi vastag rozsda réteg volt már, és ezt most itt ebben a magasságban, itt a lámpatámok alatti magasságban végig szépen a dombóvári kollégák külön köszönet érte nekik, kivágták, és utána ugye visszahegeztettük, és most ez itt egy zsírúj lemez. Remélhetőleg az eljövendő 30-40 évben ehhez a részéhez a mozdonynak majd a későbbi felújításokat végzőknek nem kell hozzá nyúlnia, csak festeni. És még egy dolgot mutatnék meg, ugye itt talán a fényben is látszik, hogy ez az oldal azért kevésbé sima. Tájolását tekintve szerintem Kismaroson is körülbelül ez az oldal volt az északi. Ez az oldal volt az, ami mindig több víz gyűlt össze. De egyébként meg szándékosan nem is csiszoljuk tovább, nem az a lényeg, hogy ez úgy nézzen ki, mint egy autó fényezése. Ezek valóban, ezek a mozdonyok így néztek ki akkor is, amikor dolgoztak. Úgyhogy ezzel nekünk semmi különösebb problémánk nincs, csak azt akartam megmutatni, hogy itt valóban tenyérni fotókban jött lefelé a régi festék, tehát itt azért látszik, hogy az a régi festéknek a nyomai, helyei, de amennyire lehetett, szépen lekezeltük, és az egész mozdony le lett alvázvédve, és így most így néz ki. Hát nagyon szépen köszönjük minden támogatónak, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki most eljött ide a mai délután folyamán erre a zavató ünnepségre, és remélem, hogy jövőre bányásznapon itt a mozdony körül újra találkozunk, és akkor a bányászokkal együtt ünnepelhetjük a bánya és a vasút Ajkán kiállított ipar történeti emlékét. Köszönöm szépen!